Köszöntöm a Trió Televízió nézőit! Közéleti magazinunkat látják 2013. július 12-én, pénteken 19 órakor. Mai műsorunkban beszámolunk egy büki sajtótájékoztatóról, a Napsugár játszópart nyitásáról, a Kőszegi Várszínház műsoráról, a Büki Műszaki Klub ünnepéről, a Büki Könyvtár táboráról, a Stand-up Estről, az Ismerős Arcok táborról, a Pannon Cigány Együttes leendő koncertjéről. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Sajtótájékoztatót tartottak a Büki Városházán, ahol Németh Sándor polgármester és a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója Breznovics István számolt be a pályázati sikerről. Egy konzorciummal Bükkváros 200 millió forint fejlesztést nyert a közösségi közlekedés feltételeinek javítására. Sajtótájékoztató keretén belül aláírásra került a közösségi közlekedés fejlesztése pályázat támogatási szerződése. A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részéről Breznovics István igazgató, az önkormányzat részéről Németh Sándor polgármester látta el kézjegyével a dokumentációkat. Ez a pályázat összesen 5 településnek a konzorciumában valósul meg, ott közösségi közlekedési fejlesztéseket jelent. A gesztorságot bükkvállalta föl, tehát ő a vezető konzorciumi partner ebben a pályázatban, és mellette Bő, Acsád, Meszlen, illetve Iklamberény községek azok, akik részt vesznek ebben. A Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében 4 pályázat lett a nyertes, Körmend, Zalaegerszeg, illetve Hévíz mellett, és a negyedik a Büki projekt volt. Ez összesen mintegy 200 millió forint 100%-os támogatottságú pályázatot jelent, amihez Bükk további pénzeket tesz, tehát olyan 225 millió forint értékű fejlesztés valósul meg. Ebből a legnagyobb részt az Bükk valósítja meg. A település belterületén az összes buszöböl szerkezetileg is felújul, térköves burkolatot kap, tehát újat, illetve új buszmegállók kerülnek kihelyezésre. A 2 nagyobb eleme még a Büki projektnek, hogy a vasútállomásról újabb parkolóhelyek kerülnek kialakításra, illetve fürdőn áthelyezésre kerül az autóbuszállomás. A 4 kisebb településen általában egy-egy pár buszöböl újul meg, ugyanúgy váróhelyiséget kap, és Acsádon, mivel az 5 település közül Bükk mellett azt érinti még a vasút, ott még kerékpártárolók, tehát az intermodális közlekedési forma, közlekedési módozatok közötti átszállási lehetőséget teszi kényelmesebbé, komfortosabbá. Lakosságot mennyire fogják zavarni ezek a munkálatok? Hát szerintem Bükk esetén jöhet ez elő, hiszen ez munkaszervezésileg fontos kérdés, hogy mondjuk egyszerre, hogy lehet az összes busz megállót felújítani. Tehát az valószínűleg okoz majd kellemetlenségeket, hiszen az a buszöböl, amit a vasútállomásnál vagy buszöböl pár felújítása is okozott forgalmi dugókat, de nem tudunk mit csinálni, az összes busz megállónk a főúton van, tehát ez megkerülhetetlen, de megpróbáljuk jó forgalomtechnikai módszerekkel ezt a minimálisat csökkenteni, és hát kérjük a lakosságnak a megértését. A város fejlődéséről Breznovics Istvánnak a következő meglátásai voltak. Hát azt gondolom, hogy a Nyugat-Dunántúli Operatív Program több projektje is megvalósult a településen, és hát most örömteljen mondhatjuk, hogy a település környékével közösen is meg fog valósulni egy program. Én azt hiszem, hogy aki akár a városházát, a város rehabilitációt, akár a fürdőfejlesztési tartalmakat nézi, az jól látja, hogy a település fejlődik. És hát nyilvánvalóan ez nagyon fontos az itt élőknek és a környékben élőknek is. Bükk turisztikai fellegvára Vasmegyének, de a Nyugat-Dunántúlnak is, ez méltóan kell a fejlesztéseket alakítani. Nagyon nagy kihívások vannak a turizmus területén is, a szolgáltatás vonatkozásában, és azt gondolom, hogy jó lépéseket tettek az elmúlt évtizedben, de sajnos ébernek kell lenni, és nem lehet ezeken a babérokon nagyon elülni, hanem a következő évtizedre kell koncentrálni, és meg kell fogalmazni azokat a kihívásokat, amelyeket akár a világ, akár a turisztikai kínálat elvár. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású. Ez valamennyi részevő önkormányzat számára nagyon kedvező, hiszen saját erőből nem tudnák ezeket a fejlesztéseket megvalósítani. Igazából ugye az uniós periódus végén vagyunk,
Tehát a 2007-13-as forrásoknak a végét járjuk, hogy így mondjam, a Nyugat-Dunántúli régióban. Hál' Istennek, ahogy a sajtótájékoztatón is elmondtam, a Nyugat-Dunántúli operatív program, új Széchenyi terv forrásai, azok nagyon jól haladnak előre a felhasználásuk, tehát várhatóan évvégére lekötjük a 100%-os keretünket, és 2014 és 2015-ben pedig a megvalósítások, ahogy ez a projekt is a megvalósítások útjára tud lépni, és megvalósítások folyamatában tudjuk zárni, és nagyon bízunk benne, hogy a 2014-20-as periódusban, akár a vidékfejlesztési források vonatkozásában, akár a területi operatív program forrásaiból a vidék, a kistérségek és a kistelepülések is számottevően tudnak forráshoz jutni. A támogatási szerződés aláírása után elindítják a közbeszerzési eljárást, a büki kivitelezések várható ideje ez év szeptembere. Valamennyi építkezést 2014. június 30-ig kell befejezni. A büki kavicsbánya mellett egy igazi gyermekbirodalom épült. A Napsugár játszóparkot az elmúlt hétvégén adták át. Az előzetes hírek arról szóltak, hogy a volt kavicsbánya területén egy kaland parkjátszópark épül, aztán a tó túlsó oldalán felhúztak egy óriási épületet, és ez még kíváncsibbá tett bennünket. Így aztán érdeklődve tekintettünk a Napsugár játszópark megnyitására. A játszópark megközelítése az útba igazító táblákkal könnyen ment, és az aszfaltozott utat felváltó kavics sem jelentett akadályt, de eső esetén ez azért nem lesz ilyen egyszerű. A parkoló már ki van építve, várja a vendégeket. Mi a hivatalos megnyitóra érkeztünk, de a játékpark már órák óta nyitva van, így nem csoda, hogy a gyerekek serege játszik, száguldozik a hatalmas térben. A beruházók nevében a Csepregi Építőipari Kft. A Csátép vezetője, Horváth Róbert köszönti a megjelenteket. A játszópark ötletéről beszél, a kibányászott kavicsot elszállították, és a helyén maradt tóval, mint lehetőséggel szerettek volna valamit kezdeni. Több ötlet is felmerült a hasznosításra, de végül a család által nagyon kedvelt játszóparkok győztek. A félmilliárdos beruházásból 227 millió forint volt a pályázati támogatás. Német Sándor bükkváros polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy egy üdülővárosnak megfelelően egy működő ipari létesítményből egy szabadidőparkot varázsolt a vállalkozás. A 4 milliárdos Nyugat-Dunántúli régiós turisztikai keretből Bükk 1 milliárdot hozott el, ami nagyon szép eredmény, ha a régiót alkotó három megyét nézzük. Bükk közel a felét adja a megye turisztikai vendégészakáinak. Az 1 milliárdos fejlesztési összegben szerepel ez a beruházás, amely egy családi vállalkozás beruházása. A turisztikai attrakció már kész, az önkormányzat pedig ehhez hozzáteszi az infrastruktúrális beruházási részt. Básti Béla a megyei önkormányzat nevében üdvözölte a beruházás megvalósítóit, a horvát családot. Majtényi László, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány főtitkára a Büki-Kőszegi turisztikai együttműködésre bíztatott. A létesítményt Simon Réka evangélikus lelkész és Ferling György katolikus plébános áldotta meg. A megnyitó után a vendégek megtekinthették a játszóparkot. Az 1700 négyzetméteres terület óriási, rengeteg élménynek ad helyet. A több sportcsarnoknyi területen minden gyerekkorosztály megtalálhatja az élményelemeket. A kisebbeknek egy kétemeletes játszólabirintus áll rendelkezésükre, melyben két hinta, trambulin, hullámcsúszda, csőcsúszda labdatengerrel, mászólagúttal és mellette egy kisebb légvár is található. A nagyobbaknak egy négypályás trambulin, egy négyszintes izgalmas elemekkel kombinált labirintusrendszer, közel 300 négyzetméteren, négy ágyús lövöldözővel, hárompályás 15 méteres hullámcsúszdával, csőcsúszdás labdatengerrel nyújt felejthetetlen kalandokat. Ezen kívül állítható ülőtávolságú gokártok, futóbiciklik, triciklik, két nagy légvár, melyből az egyik egy hatalmas krokodilszáj, és egy speciális csúszda is van a játékok között. Fürdőruhában lehet kipróbálni azt a csúszdát, amely egy óriási műanyag mosógépre hasonlít. Ebben csúszik a pörgődobban a játékos. Egy közel 100 négyzetméteres korcsolyapályán télen-nyáron lehet korcsolyázni. A felnőtteknek is kínál kikapcsolódási lehetőséget a játszópark. A földszinten a bowlingpályát lehet kipróbálni, az emeleten fitness terem és falteniszt várja a sportolókat. Ha játék közben megéheznek, megszomjaznak, akkor étterem és kávézó várja őket. Bükk egy új, nagyszerű létesítménnyel gazdagodott, a tulajdonosok folytatják a beruházást,
Már készül a 15 elemes játszótér, rövidesen épül a 350 méter hosszú drótkötélpálya, ami a tó feletti ível át. Lesz egy pancsi park a tó mellett, de vízi élményekkel is gazdagodik a kínálat. A napsugárjátszópark kinyitott a kapuit és várja a gyerekeket és szüleiket. A Kőszegi Várszínház minden évben önálló, saját darabban jelentkezik. Az idén Goldoni a Kávéház című darabját adják elő Pogány Judit főszereplésével. Mi a köszönet előadáson jártunk? Mai este a köszönet estéje. Szeretnénk megköszönni azoknak, akik elfogadták a meghívásunkat, támogatóink, munkatársaink, művészeti csoportok tagjai, akikkel együtt dolgozunk sokszor, sok esetben azért, hogy ez a város egy kicsit kulturálisan sokszínű legyen. De köszöntöm azokat is, akik adott esetben a vár építésével foglalkoztak, és azért, hogy megszépülhetett ez az épület, vagy azon barátainknak, akik a gyereknapon támogattak minket, vagy apró ügyes-bajos dolgainkban kisegítenek minket, iparosokat, és mindenkit, aki elfogadta a meghívásunkat. A mai este azon kívül, hogy szeretnénk megköszönni ezt a támogatást, adott esetben egy rendezvénybiztosítást, vagy éppen egy gocsi kölcsönzést, azt a célt is szolgálja, hogy a barátainkkal osszuk meg azt a csodát, amit reméljük, hogy létrehozott a Kőszegi Várszínház társulata, az Damenák István rendező elképzelései, gondolatai alapján. Remélem, mindenki jól fog szórakozni, és remélem, hogy ez a pozitív töltetű közönség, aki itt van, és barátunk és ismerősünk, az egyben a színészeket is olyan játékra fogja sarkalni, hogy a holnapi premiéren már lemegy róluk a feszültség, a druk, és az önök, a ti segítségetekkel egy újabb, fantasztikus előadás születhet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, hogy meghallgattatok. Természetesen az idei évben is hirdettünk is játékot. Mindenki remélem kapott szelvényt, kis tombola szelvényt, úgyhogy a szünetben megint fogunk sorsolni. Várszínházas könyvet, pólót, előadásra szóló belépőt, illetve a Hotel Karamell idén is ajánlott fel egy hétvégét. Nem tudom, itt van-e az, aki tavaly nyerte. Úgyhogy ő már ne nyerje meg. Rájuk kell nézni, nehogy ők jöjjenek ki. Természetesen azt is el kell mondanom, hogy az előadás hang és fény általi rögzítése tilos, úgyhogy kérem, senki ne mobilozzon, telefonozzon és bármi egyéb módon ne rögzítse ezt a dolgot. A jelenlévő televíziósok természetesen kivételek ez alól. Azt is kérem szépen, hogy mindenki nagyon-nagyon figyeljen arra, hogy az előadás után kapcsolja vissza a telefonkészülékét, hát ha valami gond volt otthon és érdemes róla értesülni. Most viszont, ha valaki még nem tette meg, az legyen szíves kapcsolja ki. Köszönöm szépen a figyelmet, nagyon-nagyon jó szórakozás kívánok mindenkinek! A komédia színrevitelét az elmúlt évek kőszegi sikercsapata végezte. A darab rendezője Znamenák István. Donna Ridolfina szerepében Pogány Juditot láthatjuk, de a főszereplők között van Epres Attila, Takács Géza, Forman Bálint, Partnóra és Bánfalvi Eszter. A komédia cselekménye egy terecskén játszódik a 17. század Velencéjében, vagy máskor és máshol, de ez mindegy. A lényeg, hogy itt találkoznak nap mint nap Don Marcio, a pletykára éhes öregúr, Engino, a könnyelmű fiatal kereskedő, Leandrea, kártyás álgróf, Pandolfo, a kártyabarlang tulajdonosa, és Donna Ridolfina, a jóindulatú kávéházas, és a nők. A terecskétől elválaszthatatlan Ridolfina, a kávéház tulajdonos, és az egyik törzsvendége Don Marcio között különös verseny zajlik. Az egyik mindenáron segíteni szeretne az embereken, a másik pedig folyamatosan újabb és újabb konfliktusokat gyárt puszta pletykálkodással. Az egyik hisz a feltétel nélküli jóságban és szeretetben, a másik magányos és nincs senki, aki megérdemelné a szeretetét. És életük színterén, a terecskén, ahol az egész hétköznapi dolgok történnek, mindketten igyekeznek a dolgokat a maguk módján irányítani. A kávéház kettejük különös párviadaláról szól. Goldoni számos drámaírói erényének talán legfontosabbika, hogy nagyon ismerte az életet. Tudta, hogyan élnek az emberek, hogyan éreznek, hogyan szeretnek és hogyan ártanak egymásnak. A premiért követően július 12-én, 13-án, 16-án, 17-én, 18-án, 19-én, 20-án és 21-én láthatja a közönség a darabot.
de még a premiért megelőzően, nevezhetjük nyilvános főpróbának is, a Várszínház meghívta mindazokat, akik a művelődési tevékenységet segítették a városban. Ezt hívják kőszegen köszönetelőadásnak is. Póca Zoltán igazgató köszöntötte a közönséget. A kőszegi Várszínház a régi helyén a Jurisics várban várja vendégeit. Minden nap itt kávéztam a téren, és soha senkit nem láttam hozzá bemenni. Ugyan kérem, hogy nem tudja, van egy hátsó bejárás, hát elég utcán keresztül, azon járnak ki, be, ki. Haló? Ja. Szia! Várj, nem hallod? Már egy kicsit. Igen? Most van. Vajra. Itt. Jó, jó. Tomáció, édesapa üzeni, hogy végzett a puncsattal, maga következik. Mondd meg egy könnyen. Ugyan már majd mondom még egyebet is, csak előtt megvalók át azonban. Sajnos én következem. Mindjárt jövök. Na mit szól, Írófina? Szóval ez egy olyan táncos nő. Maga elhiszemi domáció, mondd, ez a petya kézek. Nacalkeverő az biztos, de van hittel mondja a szívéből a szart, hogy muszáj elérni. Tényleg innen éppen odalátok és látom, hogy senki se járunk. Hát a gróf most gyámkodja vagy nem gyámkodja? Gyámkodja ez ön. Esküvő előtti gyámkodását, a feleségem fogja venni. Azzal nem is volna semmi baj. Domáció azt mondja, hogy az meg meg hozzá, aki csak. Én meg azt mondom, hogy senki se jár hozzá. Én meg igenis állítom, hogy járnak hozzá hátulról, íve. Bizánya, mamas, méltóságos úr. Tumáld már bele, mert elvágod a torkodat. Hogy állhatod szóba egy ilyennel? Nem lett volna senki más, akitől ezer millát kérdezett volna. Maga tud róla? Ma hogy ne tudnék? Domácsot mártak itt a kávéházban. Hát tudja az van, hogy aki bajban van, az kapkod. És hát én kapkodom. Akinek baj van a fején, nem menjen a napra. De a másik az ember a pandortóval mire megy szóba? Most maga szerint ő is be akar engem csapni? Hát ma meglátja, milyen üzletet fog kötni magát. Nem tudok mit csinálni. Vesztettem 315 szóra, ezt meg kell adnom. Leszeretném látni Domációt, és még orvosságaim is vannak, hogyha el tudnék adni egy-két hét kelme szövetet, akkor már a pénzemnél lennék. Figyelj, milyen az a szövet, amit maga elkezd adni? A jóféle szövet, jóféle bárhol, métere 13 millió. Akkor jöjjön el magának tisztes ár. Hát lekötelezve. Na akkor csak egy kis időt kérek, többit bízzal rá. Időt? Hát jó, de a gróf várja a 300 díváját. Kérem szépen, tessék megírni egy megbízást, hogy adjanak ki nekem két-két párból szövetet, és akkor én most rögtön adom magának a 300 díját kölcsönbe. Igazán köszönöm, drága asszony. Jó. A 2013-as év az emlékezés jegyében történik a Büki Műszaki Klubnál. A Kocánháznál az elmúlt 22 év emlékeit elevenítik fel. Németh Jenő alapítótag az elmúlt évek fotóiból készített egy összeállítást. A Műszaki Klub egy családi délutánra jött ma itt össze a Kocánháznál. Egy apropó alkalmából mondanál erről valamit? A mai napon tulajdonképpen az eltelt 19-20 évnek a történeteiből általam készített ilyen kis képek, emlékképek szerepelnek, azt jöttünk össze megtekinteni. Ez tulajdonképpen az eltelt 20 év első, második évét kivéve folyamatosan a évizáróról, a kirándulásainkról, különböző műszaki megbeszélésekről, önkormányzat által a település fejlesztéséről, tájékoztatóról, körülbelül ezekről szól. Ezen kívül pedig ebben mutatja, hogy a klub az együtt van a tagjai. Jól ismerik egymást, ha összejövünk, akkor nagyon jó családias hangulatban, baráti környezetben, egy kis
kikapcsolódás formájába eltöltjük a időt, ami végül is nem csak az, hogy barátkozunk, meg ismerkedünk, meg jól érezzük magunkat, hanem szinte úgymond ilyen önképzésen is részt veszünk, ahol tulajdonképpen tanulmányutat tartottunk a szélkerekeknél az újrahasznosítható energiákkal kapcsolatban, Szabóéknál néztük meg a napenergia kollektorokat, és a többi. Tehát valami önképzésről is szó van a klub életében. Németh Jenőtől nem áll távol a fotózás, videókészítés, ugyanis már egész kicsi gyermek korában megismerkedett a fényképezőgép rejtelmeivel. Idestóval 20 évre visszamenőleg te fényképezővel és kamerával mentél minden kirándulásra. Úgy tudom, hogy a mai bemutatandó anyag még nem a végleges, hogy ennek még lesz van egy finomított változata. Így igaz. Édesanyám fotós volt, tehát szinte anyateljel szívtam magamba ezt a ismeretanyagot. Nagyon sokáig Bükön a tanácsépületében volt a fotóklub, annak voltam a Fekete Sándor, néhai Fekete Sándor barátommal a vezetője, és addig, amíg a mozgóképet föl nem fedeztük, tulajdonképpen a településnek a történéseit a fotókon örökítettük meg. Ezek a filmek a művelődési házban vannak leadva, ők fogják ezt kezelni. Amikor a mozgóképet felfedeztem, hát végül is inkább a saját szórakozásomra próbáltam megörökíteni a eseményeket, aztán most így utólag visszanézve végül is egy elég szép anyag összeállt az eltelt 20 évből, így végül is nagy vonalakban a klub életét be tudom mutatni. Jelenlegi anyag, amit látnak a klubtagok, ez végül is nyersanyag. Most készül az a változat, amikor az eseményeket bemutató képsorok fölé felirásokkal jelezzük, hogy melyik időszakban és mit ábrázolnak ezek a képek, úgyhogy az körülbelül egy-két nap múlva fog végleges formába elkészülni. A Büki Műszaki Klub élete nem csak családi összejövetelekből, videófilm nézésből áll. Amint Németh Jenő is elmondta, tanulmányutak, továbbképzések is szerepelnek a klub életében. Most is egy jó hangulatú összejövetelen vagyunk. Ezek az összejövetelek, ezek általában évente többször meg szoktak ismétlődni, kirándulásokkal összekötve. Idejében voltatok-e már valamerre, illetve tervezitek azt, hogy elmentek kirándulni? Az idei évben még nem voltunk nagyobb kiránduláson. Erőt gyűjtünk a kirándulásra, hogy így mondjam. Szeretnénk elmenni a Dunakiriti víztározónak a szlovák felére egy ilyen kétnapos kirándulásra majd, ahol megnéznénk. A magyar oldalon már láttuk néhány évvel ezelőtt a műszaki berendezéseket, megtekinthettük mindent, a turbinák helyét, magát a létesítményt. Most szeretnénk a szlovák oldalról is megnézni majd. Inkább apróbb rendezvényekkel készülünk az idei évre. Ez a mai nap is ugye végül is az elmúlt évek összefoglalója lenne, egy kötetlenebb formában szintén, meg mondom a kirándulás, tehát idejében ez a három nagyobb rendezvényünk, vagy tervünk lenne, a sok apró mellett. Az egyesület elnöke a megalakuláskor Rozinek Ernő bácsi volt. Halála után Gelle József vette át a klub irányítását. Büki Műszaki Klub 1992-ben alakult, akkor alapító tag voltál te is. Rozinek Ernő bácsi lett, tudtommal a klubnak az elnöke, és hát a halála után te örökölted meg az ő általa ott hagyott helyet. Nehéz volt átvenni azt az űrt, amit Ernő bácsi hagyott maga után? Nem volt egyszerű. Egyrészt azért, mert Ernő bácsi egy olyan ember volt, olyan közösségi ember volt, olyan kutató ember volt, akivel jó volt valójában együtt dolgozni. És véleményem szerint óriási érdemei voltak abban, hogy ezt a csapatot valamilyen szinten összekovácsolta. Minden évben megemlékezünk, elmegyünk a sírjához közösen, és adózunk az emlékének. Rozinek Ernő bácsi hagyatékát tovább ápolja a Büki Műszaki Klub. Ennek egyik ékes bizonyítéka a megrendezett családi klub délután is,
ahol a műszaki klub a maguk által megépített kemencében készült ételekkel tették még hangulatosabbá a délutánt. Felelevenítették a régi emlékeket, felidézték az elhunyt klubtagok emlékeit. A Bőki könyvtárban egy sikeres pályázat segítségével egy egész hetes nappali tábort szerveztek az alsó tagozatos gyerekeknek. Gyerekzsivajtól volt hangos múlt héten a Bőki Művelődési Központ és környéke. A városi könyvtár által nyert pályázat keretében egy mesetábor zajlott. A táborban 25 gyermek vett részt, főként alsó tagozatos gyerekek voltak, első, második, harmadik, negyedik osztályosok, akik már azért tudnak olvasni. Viszont nagyok is voltak velünk, ugyanis most már az érettségit megszerző gyerekeknek, diákoknak önkéntes munkát is kell vállalni, és 4 diák a mi táborunkat választotta önkéntes munkának. Azt gondolom, hogy nagyon jó élményekkel távoztak, és ígérték, hogy jövőre is jönnek segíteni. Mivel telt az elmúlt hét? Mint már említettem, a témánk, hiszen a tábor neve is erről szól, az alaptémánk a mese volt. Volt 2 segítőm a táborban, Balogné Simon Erika és Markó Tamásné, és az egész program megszervezésében a főszerepet a Vas megyei TIT játszotta. Minden reggel azzal kezdtünk, hogy a gyerekeknek elmeséltünk egy mesét, és földolgoztuk játékosan. Ez főként egyszer az olvasás élmény megszerzéséért, főként pedig a szövegértés tanulásáért volt a célunk. 3 csoportra osztottuk a gyerekeket, hiszen 3 főmese körül zajlott az élet. 3 magyar népmese, a Rátóti Csikó tojás, a Kiskakas gyémánt félkrajcárja és az aranyszőrű bárány. Úgy különböztettük meg a gyerekeket, a csapatokat, hogy mindenki elkészítette minden csapata rá jellemző meséjére a pólót, meg is mutatom. Hát ugye egyértelmű, hogy mi voltunk a kakasok, azaz a Kiskakas gyémánt félkrajcárját dolgozta fel a mi csapatunk, de az aranyszőrű báránynál bárányok voltak, úgyhogy nagyon élvezték, hiszen a gyerekek saját maguk rajzolták, színezték ezeket a pólókat, egész héten ebbe akartak lenni, úgyhogy le se szerették volna vetni. Most a sok vetélkedő, akadályverseny, drámajátékos foglalkozás Csider Sándor tanárúrral, emellett a gyerekek ezen a héten minden csapat ezt a mesét feldolgozta. Mégpedig olyan módon, hogy készítettek bábokat, majd pedig az utolsó napon, pénteken bemutatták a szülőknek. A múlt heti táborba nem csak Csider Sándor író látogatott el, hanem Csernik Szende bábművész is. Az ő előadását nagyon élvezte gyermek-felnőtt egyaránt. A művésznő ékes erdélyi tájszólással szólaltatta meg az általa eljátszott karaktereket. Még egy érdekessége volt az előadásnak, mégpedig az, hogy Csernik Szende nem hagyományos módon kézzel bábozik, hanem a lábával mozgatja a bábfigurákat. Hajzler Lászlóné a tábort a következőképpen összegezte. Hát ha a gyerekeket kérdezzük meg, remélem azt mondják a gyerekek, hogy sok élményt szereztek. Ha minket felnőtteket, táborvezetőket, mi azt mondjuk, hogy tényleg mi is örömmel és megelégedettséggel zártuk ezt a tábort, hiszen az utolsó napra elhívtuk a szülőket is, nagyszülőket, nagypapákat, nagymamákat, testvéreket, ahol a gyerekek, mint említettem, bemutathatták azokat a kis jeleneteket, meséket, amiket tanultak, és ez tényleg nagyon rövid idő alatt, úgyhogy én azt gondolom, hogy profi színészekkel, művészekkel volt dolgunk. Ebben az évben a mi táborunk ez az egy volt. Én azt gondolom, a könyvtár az nyitva van, tehát a gyerekek jöhetnek, olvashatnak, én azt gondolom, annyira szép ez a gyerek környezet, és szeretik is a gyerekek. A szórakozás meg most már a tévére bíztuk, hiszen elkészült ugye nagyon sok mese felvétele, amit keddenként vetítenek, úgyhogy remélem azt is örömmel nézik, hallgatják a gyerekek, és ezt a tábort jövőre újra megszervezzük. Bízom benne, hogy azok a gyerekek, akik itt voltak, jövőre is eljönnek, hiszen utolsó nap... Nem mondom azt, hogy sírva, de legalább szomorúsággal mentek ugyanis haza, meg abban a reményben, hogy hát ez jövő héten folytatódik, kevésnek bizonyult ez az egy hét számukra. A tábor jól sikerült, és avval a reménnyel zártuk, hogy jövőre folytatjuk. A projekt zárónapon, 2014. május 4-én ismét láthatjuk Bükön Csernik Szende bábművészt. Akkor a felnőttekhez kíván szólni Pajzán mesék című előadásával. Stand-up est volt Bükön.
Van kettő agy nélkül címmel került megrendezésre a Büki Művelődési és Sportközpont könyvtár szervezésében az első Büki Stand-up Est, melyen Rekob György és Lórán Barnabás Trabarna szórakoztatta a nagy érdeműt. A stand-up comedy egy olyan szórakoztató műfaj, amelyben a humorista általában egyedül, leggyakrabban kellékek nélkül, közvetlenül a közönséghez szólva adja elő műsorát. Ennek a műfajnak hangulatát hozta el Bükre Lórán Barnabás és Rekob György a Van kettő agy nélkül darabjával. Hogy lesz valaki humorista? Erre a kérdésre Rekob György válaszolt. Tulajdonképpen az idegen légióban ezeket a senyvedéseket próbáltam egy kicsit ilyen viccesebb dolgokkal elütni, és akkor volt egy Ribéry nevezetű társam, aki azt mondta, hogy ez tök vicces, és hogyha ő röhög rajta, akkor szerinte más is. És amikor én hazakerültem Magyarországra, akkor láttam, hogy vannak ilyen hangutánzó emberek, meg parodisták, meg stb., akik ilyen tök viccesek, meg stb., és akkor felkerestem én ezt a Duma Színházat, hogy hogy lehetne akkor ebből valamit kihozni, és úgy sikerült. Tehát így egy viszonylag éles váltás volt az idegen légió és a humor, de szerintem egy teljesen vállalható pálya. Lórán Barnabás 2006-ban nyerte meg a Humorfesztivált, majd a Trabant hangjának utánozásának lett a koronázatlan királya. Sokan csak Trabarnának hívják. Nem szerelem, hát lényegében az volt az egy karakter, ami lejött az embereknek, hogy Trabant és Rincsi. Ebben nyertem meg 2002-ben a Ságer Rádió által elindított Trabant hangutánzó versenyt, és ez volt az első pöffenet. De amúgy most, hogy miért Trabant? Hát miért nem Lada? Tehát nem tudom, hát ez jött le az embereknek leginkább, a legjobban, de ez egy skatuját is adott nekem, tehát amennyi sokat köszönhetek neki, annyi bajom is van vele. Barna némileg szakított az autóhangokkal, és egy másik oldaláról is próbál megmutatkozni. Már rég nem csinálom, ez csak a műsorom legvégén van egy pici, hogy ne legyen az, hogy s autóhangot se utánzott, s azt se csinálta. Van egy pici a végén, egy kis fűszer, de más vicces dolgokról szól, mint például Rekob Gyurival is van egy közös estünk. A produkciójukban egy horgászélményt mesélnek el kettőjük szemszögéből, amire mindketten másképp emlékeznek. Továbbá rövid, humoros történetekkel, viccel, poénokkal bombázták a közönséget. Magyarországon a stand-up még réteg műfajnak számít. Hát azért dolgozunk, hogy megpróbáljunk minél több embert megszólítani, és hogy tényleg ez a stand-up comedy, ez egy kicsit kilépjen a mainstreambe, tehát ne csak ebbe az undergroundba mozogjon, mint ma, hanem ez a pár ezer ember, aki úgy kedveli, meg szereti, ebből legyen akár egy több százres, több milliós réteg. A stand-uposok a hallott, innen-onnan összeszedett, vagy saját maga által kitalált történeteket ismerőseire, rokonaira vonatkoztatja, vagy épp magát helyezi ezekbe, mivel így jobban átadható másoknak, és csak váza van, tehát nem betanult szöveggel állnak a nézők elé. Az előadók és a közönség között ezáltal rendkívül szoros kapcsolat alakul ki. Hatodik alkalommal rendezték meg Csepregen az Otto Campingben az ismerős arcok táborát. Baranyai András főszervezőt és Galambos Nándor zenekarvezetőt szólítottuk meg. Ez a hatodik ismerős arcok tábor. Most már rutinos tábor szervezők vagytok. Mik az elmúlt évek tapasztalatai? Elég, hogyha meghirdetitek azt, hogy ismerős arcok tábor lesz, és jönnek a népek az egész országból, vagy azért ennek egy komolyabb propaganda kell? Hát igyekszünk azért úgy szervezni, hogy megszólítsuk az embereket, de természetesen azok, akik itt voltak és jól érezték magukat, ők visszajárnak hozzánk, ők mindig úgy mennek el, hogy jövőre veletek ugyanitt, de ezen kívül természetesen Facebookon, plakáton és néhány bevált szokással hirdetjük a tábort, hisz próbálunk azért újakat csalogatni, akik érdeklődnek, mert csak hallottak róla, arról, hogy ez milyen sikeresek ezek a napok, és akkor őket is meg akarjuk szólítani, meg hát igazán a legnagyobb segítség a névadó, hisz a zenekar rajongó tábora nő, akkor itt lesznek új arcok. Nem azt akarjuk, hogy itt fesztivál legyen, úgy akarjuk, hogy ilyen családias, békés, nyugalmas legyen ez a tábor, hogyha ide nézünk mögénk, hogy családok és gyerekek itt jól érezzék magukat, sosem akarunk rockfesztivált, mindig azt akarjuk, hogy ismerős arcok tábor maradjon, de az nem baj, hogyha többen lesz. Úgy tudom, valami meglepetéssel készültetek az esti nagy koncert előtt. Mondanál erről néhány szót?
Igen, most éppen a P-Box készül, nem sokára kezdi a koncertjét, és a két koncert között lesz egy a tábornakoknak meglepetés. Gerémi barátom ötletéből egy őneki baráti családja Gyergyót Szent Miklósról kérte tőlem azt, hogy lehetőség szerint ők szeretnének állampolgársági esküt tenni itt a 6. ismerős arcok táborban, és ezt Bebes István polgármester, körmendi polgármester úr segítségével sikerült végigjárnunk ilyen rövid idő alatt, hisz március végén született az ötlet, és egy ilyen állampolgársági esküt ételt összehozni, ez nagyon rövid idő. De köszönet a polgármesternek, kedden megérkezett a hivatalba az SS szükséges iromány, köztársasági elnök úr aláírásával, úgyhogy itt a két koncert között a kercsóházas pár állampolgársági eskütételére kerül sor. Ahol most beszélgetünk, tavaly úgy tudom, még csak egy kopjafa állt, ma már itt egy emlékkő és zászlók díszeregnek. Ez most került ide idén? Igen, a második éven állítottuk ezt a kopjafát, és ezt a követ most hoztuk, igen, amiben azt a három zászlót tűztük, ami minket érint itt most. Ugye egy erdély zászlóval a megszokotthoz képest bővültünk, de hát ennek két apropója is van. Az egyik a rendelethez csatlakoztunk, úgymond rendelethez, tehát úgy, mint a hivatalokba. Ez is a magyarságnak egy hivatala itt nálunk, ezért is kint lehet, és a kercsóházas párdi szerettük volna azzal megtisztelni, hogy az ő hazájának a zászlóját kitesszük. A szombat esti nagy koncert előtt megtelt a csepregi Ottó kempingben felállított sátor. Bármerre néztünk, mindenfelé Vasmegye különböző pontjairól érkező ismerősökbe botlottunk. Galambos Nándort, az Ismerős Arcok zenekar vezetőjét kérdeztük az esti koncertről és a zenekar további terveiről. Ki belenéz a naptáratokba, látja, hogy nagyon sok koncert fellépésetek van. Mit jelent nektek az, hogy eljönni Csepregre? Hát Csepregre jönni most már 7. éve vagy 6. éve az mindig a nyárnak egy olyan különleges pillanata, amit soha nem hagynánk ki, és ezért úgy próbáljuk a koncertjeinket szervezni, hogy ez mindig egy kiemelt helyet kapjon ugye a nyári programban. És mondom ezt már csak azért is, mert most egy kicsit ilyenkor mindig visszanéz az ember az elmúlt évekre, és ugye mi itt Csepregen kezdetben június 4-e környékén, ugye a Trianon évforduló kapcsán kaptunk ide meghívást, és aztán kialakult egy baráti kör az országban, akik szeretnek minket, és ők úgy gondolták, hogy ezen a helyen, ahol ezt a bizonyos évfordulóra mindig megemlékeztünk, jöjjünk össze, és vitassuk meg egymással, csináljunk egy koncertet, és beszélgessünk sok mindenről. Hozzáteszem még, ugye minden évben volt valami aktuális esemény itt a táborban. Volt, hogy fenyőket ültettünk, itt áll egy kopjafa, itt szintén mi ültettünk itt, vagy állítottunk itt. És minden évben volt valami különleges, ami mégiscsak az összetartozásunkat jelképezte. Tehát mi tulajdonképpen ezért szeretjük ezt a tábort, mert itt a Kárpát-medence minden területéről jönnek a minket és a mi általunk képviselt gondolatokat szerető emberek, akik itt egy hétig vagy 3-4 napig jól érzik magukat velünk együtt. Tavaly jelent meg a Kerítés Bontok című albumotok. Ezt az albumot szeretnétek inkább bemutatni itt a mai nap, vagy maradtok a megszokott, jól megszokott válogatás koncertetekkel? Hát egyrészt erről az albumról sok dal el fog hangzani, másrészt ez a Kerítés Bontok tulajdonképpen egy olyan koncepció lemez volt, ami megint csak a határon túliak kérdésére egy pillanatra visszakanyarodva, egy Kárpát-medencében valahol élő magyar fiatal életéről szól, és már csak azért is aktuális a dolog, mert a mai koncertnek az a nagy különlegessége, hogy a koncertünk előtt lesz itt most a színpadon Csepregen egy állampolgársági eskü, egy határon túli házaspár Gyergyó Szent Miklósról itt válik majd magyar állampolgára. Úgyhogy a Kerítés Bontok, mint szimbolikusan ez a dal és ez a lemez befogad majd itt újra őket is, ezt a házaspárt, és mindenkit, aki most itt velünk együtt van. Úgyhogy legalábbis bennem most ennek jegyében telik az idei tábor. Galambos Nándi kérdésünkre elmondta, hogy az elkövetkezendő 10 évre előre be van írva a koncertnaptárjukba a Csepregi Ismerős Arcok tábor.
ez a tábor addig lesz, biztosan, amíg ismerős arcok zenekar lesz. Én nagyon bízom bent, hogy a fiúk tovább viszik ezt a vonulatot, amit ők kifejeznek, ugyanilyen igényes zenével, szöveggel tartják egybe ezt a családot, ezt az ő családjukat, akik ide jönnek, és akkor azt hiszem, hogy lesz tábor. Legfeljebb én kiöregszem, és majd valaki fiatalabb viszi tovább. Meg hát azért vannak barátaim, akik segítenek te szervezni. Őnekik is vannak gyermekeik, úgyhogy szerintem bizakodhatunk, igen. A jövő évi ismerős arcok tábor nem a megszokott időpontban lesz. Változtatni kellett a tábor időpontján. Már megbeszéltük a zenekarral, tudomásunk szerint két fesztivállal egybeesne ez az időpont jövőre, úgyhogy mivel még nem vagyunk a ország rengető tábor, igaz nem is akarunk lenni, úgy döntöttünk, és már megbeszéltük a zenekarral, hogy jövő évben július második hétvégéje van megcélozva, ők már úgy intézik a programjaikat, hogy a július másodikai hétvége lesz az ismerős arcok tábor. Májusban nagy sikerű koncertet adott Bükön a Pannon cigányzenekar. Baranyai Lajosék most a 100 tagú cigányzenekar szólistáival adnak ingyenes előadást. A májusi nagy sikerű nyárköszöntő koncertetek után ismét egy kiváló produkcióra készültök, amiben 100 tagú cigányzenekar vezető prímásai szólistái is részt vesznek. Mondanál erről a koncertről néhány szót a tévénézőknek? Igen, nagyon szívesen, köszönöm szépen a lehetőséget. Igen, május 17-én volt egy koncertünk, amit én is úgy ítélek meg, hogy elég sikeres volt, és abban bízok, hogy ez a következő, ami most 19-én lesz, ez talán sikeresebb lesz. Abból is gondolva erre, hogy ugye 100 tagú cigányzenekar egy világhírű zenekar, és az ő szólistái elfogadták a meghívásunkat, részt vesznek velünk egy színpadon, egy időben, együtt fogunk muzsikálni, egy kis örömzeneilés, egy kis a zenének be fogják mutatni a legmagasabb fokát. Mi meg megpróbálunk hozzá asszisztálni. Úgy tudom, nem csak a 100 tagú cigányzenekar szólistái vesznek részt ezen a koncerten, hanem kitűnő énekesek is. Kik lesznek ők? Van ugye Dégner Lilla, aki most már örökös tag a zenekarunknál. Ő lesz operettet fog énekelni, és egy új arcot fognak látni a nézők, ő pedig Rigó Monika, szintén Szlovákiából érkezik, ő viszont cigánynóta énekes. A mostani koncerten tradicionális cigányzenét fogtok játszani, vagy esetleg ismét kitekintetek a nagyvilágba, és más műfajjal is próbálkoztok? Tehát ez egy ilyen nagyon összerakott műsor lesz, amiben ugye eddig nem volt cigánynóta, most viszont lesz. Világzene úgy szintén egy nagyon kevés, nem sok, egy nagyon kevés lesz, és akkor maradunk a tradíció mellett. Aki nyomon követte a Büki koncertjeiteket, azok tudják, hogy a tavalyi koncert után mennyivel több néző volt a nyárköszöntő koncerteteken. Most, hogy itt lesz a 100 tagú cigányzenekar is, hol fogjátok megtartani a koncertet? Nem lesz kicsi a sportcsarnok? Bízunk benne, hogy kicsi lesz, de megpróbálunk elférni. Én úgy gondolom, hogy azért el fogunk tudni férni. Jó néhány embert befogad ez a sportcsarnok. Hát jóval többre számítok nézőszámban, mint az eddigiek. Ugye tavaly a kezdéskor volt egy ilyen 300-310-es nézőszám, az idei koncertünkön már ilyen 470 körüli volt. Hát most én szeretném, hogyha ezt megdupláznánk. Tehát egy ilyen 900 környékére föl tudnánk tornászni, aminek van is reális esélye, hiszen nem akárkik látogatnak el ide hozzánk, akiket nem mindennapos vendégek, és nem minden nap lehet őket személyesen látni. Szerintem akik szeretik ezt a zenét és ismerik a 100 tagú cigányzenekart, azok bizonyára itt lesznek. Akik minket ismernek, azok is bizonyára itt lesznek. Én bízok benne, hogy egy szép estét fogunk tudni varázsolni, és abba is bízok, hogy akik itt lesznek, úgy fognak elmenni innen akkor, hogy igen, meg voltunk elégedve, és a következő koncertre is fogunk jönni, mint ahogy ezt májusban is tették. A koncert a 20. Büki ünnepi napok keretében zajlik, és a koncert megtekintése ingyenes lesz. Hány órakor fog kezdődni a koncert? 19 órakor kezdődik, igen, teljes mértékben mindenki részére ingyenes a koncert. Hát aminek nagyon örülünk, hogy újra itt Bükön sportcsarnok 19-én, 19 órakor.
Kedves nézőink, közéleti magazinunkat látták. Új közéleti magazinnal legközelebb pénteken, új műsorokkal kedden jelentkezünk, de maradjanak velünk, mert műsorfolyamunk folytatódik. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!